Sziasztok! Most csinálnék egy ilyen kertes update-et szeptember közepén, nem is tudom, hogy mikor volt, szerintem egy jó hónapja nem volt ilyen jellegű videó. Na, haladjunk akkor balról jobbra, először itt ezen az ablakpárkányon, rendesen tele van. Tehát az első kis piros ládában, ami van, ez a Brigitől kapott mána. Hát ugye ebből már idén nem nagyon lesz semmi, viszont valahogy majd a Brigit meg is kérdezem meg, hogyha valaki esetleg tudja, hogy hogy kell teleltetni, ugye nem szabad földbe, hanem ilyen kisebb mennyiségű föld adottságai közben, vagyis mellett, akkor az írjom, hogy vissza kell vágni, meg mennyi fény kell neki, meg mennyi víz, meg hol a legideálisabb tartani. De minden esetre, tehát ez baromi sokat nőtt, és teljesen jól néz ki. Hát reméljük, hogy esetleg jövőre lesz valami termése is. Aztán ez most a jelenlegi egyetlen egy bonszájom, ami van. Ez egy fikusz ginzenk, hát igazából ezt még nem ültettem át, de nagyon nincs is miért, mert lehet látni, hogy elég sok új hajtásokat hoz, elég szépen fejlődik, majd valószínűleg ugye tavasszal fogom átültetni, addig meg, hogyha rosszabb idő lesz, tehát hidegebb lesz, meg stb., akkor be fog kerülni a szobába télire, mert ugye ez trópusi növény, tehát ez teljesen jó bírja az ilyen 20 fokot télen, tehát abszolút jó, ugye más, mint a málnával a történet. Aztán a következő, ez ugye azt hiszem, hogy a legfrissebb szerzemény, de már volt róla videó, ez ugye kávé, tehát arab kávé, és hát szépen nevelgetem, elég jól növekszik, gyarapodik, igazából semmit nem csinálok vele, még tápszert sem kap egyelőre, hanem csak vízzel locsolom. És ennyi, hát ez is szereti a vizet, úgyhogy majd, hogyha a nap elmegy innen, és árnyék lesz, hát most ugye az jelenleg még egy jó 2 óra múlva van, vagy 3, akkor meglocsolom, de hát nagyon jól látszanak ezek a új hajtások is, és hát ugye így lett ez vásárolva, hogy elég sok van benne, ugye már, hogyha jól tudom, akkor úgy működik, hogy ugye ennek van 2 különböző neme, és hogyha kellő közelségben vannak, akkor ugye előbb-utóbb, hát egy 5-6 év múlva ugye termést is hoz, hát ezek szerintem ilyen 2 évesek lehetnek, tehát van még idő, mire esetleg valami kávé termést fogok belőle nyerni, hát meglátjuk, eddig jó bírja. A következő, ez ugye a Áginak a büdöskéje, hát jelenleg nincs annyira locsolva, gondolom, hogy majd az Ági azt fogja vele csinálni, hogy kinyeri a magukat, hogy jövőre tudjon ültetni. Elég szép volt, elég dekoratív volt, jó kis ilyen nézegetős növény, úgymond. Aztán hát a következő, ez a Brigitől kapott paprika. Elég szép, tehát van rajta egy, meg itt van rajta a másik is, tehát 2 lesz rajta. Ezt is majd ugye tegnap azt hiszem elfelejtettem, meg nem locsoltam, úgyhogy egy kicsit fúnyogtak a levelei, de nem baj, majd ma ez is kap, és akkor újra erőre fog kapni. Na hát ezek, főleg a erős paprika kedvelőknek, ugye egy kis csili, hát ez 3 tő, és igazából hát annyira nem néz ki jó, de mármint maga a levele, de
termések azok vannak rajta, szépen pirosodik is, hát még hagyom, hát ez igazából ez a enyém, tehát az Ági ezt nekem adta, hát én ezt is el szeretném majd rakni télire, és akkor ugye láttam az interneten, hogy lehet ilyen csili bonszájt is nevelgetni, tehát el lehet rakni évek múlva is, és hát tök jó, mert van belőle három, úgyhogy elég jó, erősek a tövek, amint látszik, úgyhogy majd vissza lehet metszegetni, hát ezt is ugye ezzel kapcsolatban is ugye tanácsot szeretnék kérni, hogy körülbelül olyasmi körülmények között kellene telehetetni, mint ugye a málnát. Ezzel kapcsolatban is kérnék szépen tanácsot. Na, aztán itt van egy következő málna, ezt itt vettem Franciába. Hát ez már többször elszáradt, meg mindenféle baja lett, de tehát most itt például, hogy csinálom a videót, látok rajta ilyen kis bigyuszkákat is. Nem, szerintem nem lesz ebből már nagyon semmi, de ezt is megpróbálom átteleltetni. Aztán, hát erről nem sok mindent tudok mondani, mert ezek elszáradtak sajnos. Viszont hát ez ugye ugyanaz a fajta chili paprika, mint az előbbi három bemutatott, de hát ez valami iszonyatosan nagy, meg iszonyatosan sok van rajta, és hát úgy nézzétek, hogy ez is ugye egyetlen egy tű. Tehát nagyon-nagyon komoly. Misi, hogyha, vagy bárki más, hogyha szeretne esetleg magukat, akkor nagyon szívesen küldök majd postám. Aztán, hát ugye van egy orchidea, ez amikor meg lett vásárolva, akkor ugye volt rajta egy virágszár, az levirágzott, ugye itt lehet látni, hogy le is vágtam, és azóta valami miatt nem nagyon fejlődik új, hát ugye léggyökerek vannak rajta, még locsolni ugye nem kell, mert lehet látni, hogy belül párás. Már mondjuk nem olyan szép színesek a gyökerek, úgyhogy valószínűleg majd kap egy beáztatást. Akkor a következő, szintén ilyen teszt, szintén ilyen újdonság, nem is tudom, hogy mikor rakhattam be ezt az avokádót. Van róla videó, ott vissza tudjátok nézni, és meg tudjátok keresni a pontos dátumot. Hát elég szép nagy gyökere van neki, és hát ugye lehet látni, hogy itt van egy kis ilyen mellék gyökér is. Nem tudom, hogy ez a része, ez itt normális-e, hogy ez ilyen, ugye? Mind a két felén, tehát ezen a felén is vannak rajta ilyen fehér, nem tudom, hogy micsodák. Ezzel kapcsolatban is szeretnék információkat kapni, és akkor menjünk át a paradicsomhoz. Hát a paradicsomok azok így néznek ki, ugye van ez a cseresznye paradicsom, hát már ebből ettünk is, és nem gondoltam volna, hogy ez itt beérik. Most nem olyan túl jól látszik a nap miatt a színe, de tehát viszonylag szép piros. Ebből is le fogok szedni majd pár darabot, és a ebédhez meg a vacsorához ezt fogom enni. Hát ez már kb. Így a vége neki. Ugye itt van a következő, ezen is, erről is már le lett szedve egy olyan 10-15 darab. Még ugye van egy olyan 10, ami reményeink szerint be fog érni. Hát ezen nem nagyon volt, ez nem nagyon lett sikeres ez a fajta, illetve ez a negyedik fajta, hát ezen is van, ezt is majd le fogom szedegetni. Úgyhogy nincs más hátra, ez a videó ez ennyi lett, nagyon szépen köszi, hogy most is velem tartottatok, jön majd egy következő, ami még nem tudom, hogy mikor lesz, meg mi lesz.
találkozunk. Hello, hello, sziasztok!